Ez a Surányi út, ahol tavasszal folytatódik az útépítés. A tavaly megkezdett fejlesztéseket idén fejezik be az Angster felújításával. De nem csak a Mecsek oldalon lesz könnyebb a közlekedés, hanem Kertváros és az Expo Center környékén is. Az Expo Center, illetve az elkerülő nyugati elkerülő útnak az összekötése, ez egy teljesen új út lesz, most folyik a tervezés, ez lassan lezárul, ezt követően pedig most elindul a beszerzése ennek az útnak a kivitelezésére, és reményeink szerint tavasszal ezek a munkálatok is elkezdődhetnek. Szintén fontos fejlesztés lesz a Kertvárosban, ami pedig a Nagy Imre úttól egészen az Expo Centeres kereszteződésig fog terjedni. Itt egy bicikliút kialakítása lesz az elsődleges feladat. Vagyis a Pellérdi kerékpárúthoz csatlakozik a majdani Kertvárosi kerékpárút. De lesz még fejlesztés a Nagy Imre úton is, valamint megtervezték már az Alagútnál és az Ágoston téren kialakításra kerülő körforgalmakat. Az útberuházások mintegy 1,5 milliárdos kiadással járnak, amit kormányzati és toppos forrásokból fedez az önkormányzat. Várhatóan ez év őszére készülnek el a tavasszal induló pécsi útépítkezések.